Ugye már utaltam rá, hogy a mozgások kiérlelődése, beérése, a konszolidáció az éjszaka is folytatódik, ezért ilyenkor a gyerek hánykolódik, ami nem azt jelenti, hogy sugárban, hanem azt jelenti, hogy kézzel, lábbal, forog, föláll, stb. Stb. Ezért az alvás terét nagyon meg kell választani, mert ugyanakkor még igényli az érintést. Tehát mondtuk, hogy nyugodtan aludjatok együtt, tegyétek át inkább a párkapcsolatot, az erotikát, a szexualitást más térre. És hát most jön az, hogy egy ilyen gyerekkel meg nehéz együtt aludni, mert az csíprúg harap, éjszaka közepén föláll, elindul, stb. Ezért itt megint csak a 2 millió évnek a programjára tudok gondolni, tehát viszonylag új fejlemény a magasan lévő baldahinos ágy, és eléggé bevett dolog így a hordák világában az, hogy valami matracon alszunk a földön. Én ezt tiszta szívből javaslom. Egyrészt azért is jó, mert rajt marad, másrészt azért is jó, mert van valami olyan közelség, ahol biztonságban tudod. Harmadrészt meg azért, mert így könnyebben el tudsz távolodni, mert hogy te se esel le. Ez általában egy ilyen két játékos dolga, hogy vagy te esel le, mert akkora helyet adsz az ágyon, vagy ő esik le, mert arra megy, amerre áll. Tehát, hogy igen, ilyenkor egy fontos berendezési tárgy a rózsaszín púni, meg a sárga kiskacsa mellett a matrac.